Szép estét kívánok mindenkinek! Újra keddeste, újra 8 óra, így újra előadás. Ugye azt tűztem ki célul, hogy a jogáról fogok nektek mindig beszélni, hiszen a joga azok nem csak testmozgásból, ászanákból állnak, bár a legtöbben a jogáról ezt gondolják, de a joga sokkal több. A joga az egy életvezetési rendszer, egy életmód, életfilozófia. És ennek sok része van, hogy az ászanák, a testmozgás, a relaxáció, meditáció, táplálkozás, akkor benne vannak a lelki gyakorlatok, lelki tanítások. Tehát tényleg egy ilyen sokrétű dolog a jóga. És akkor ugye itt a keddesténként ugye 6 órától vannak a ászana órák, tehát ott azt tudjátok velem megismerni, és ezeken az előadásokon keresztül pedig próbálom a jógának a egyéb aspektusait is megmutatni, megvitatni nektek. Ugye ezek élő online felvételek, tehát valós időbe indulnak el most. Úgyhogy én indítom el, úgyhogy megint egy pici türelmeteket kérem, hogy visszanézem azt, hogy elindult-e, működik-e, van-e kép, van-e hang, és minden rendben van, akkor ténylegesen is belecsapok az előadásba, jó? Úgyhogy amíg én itt csekkolom a laptopomon a történeteket, vagyis a történést, addig te helyezkedj el kényelmesen a kis meleg kuckódban, és egy bögre teát, vagy szörpöt készítsed a magad mellé, és akkor élvezd az előadást. Jó. Hát én úgy látom, hogy... De a hangot is megnézem. Így van. Úgy látom, hogy minden rendben van. Van hang, van kép, jelen vagytok ti is. Oké. Hát akkor elkezdjük. Ugye most az előadás címe, nem is tudom mi a címe, a pontos címe, ezt nem tudom, de a kötőerőkről lesz szó. A kötőerőkről, azon energiákról, láthatatlan energiákról, amik az anyagi világban vannak, és az anyagi világot működtetik, a tudatunkat, a testünket működtetik. Jelen vannak mindenhol, bár lehet, hogy konkrétan nem látod, de mégis annak hatását, vagyis ezek hatását érzékelheted. És a kötőerők tudománya az egy fontos tanítása jogán belül. Ugye a jogának az egyik legfontosabb teisztikus írása, ez a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Isten éneke. Ugye itt van, ide hoztam, hogy meg tudjam nektek mutatni. Ez a Bhagavad Gita 14. fejezete tartalmazza a kötőerők leírását. Egyébként az egészben nagyon sokszor fölmerül ez a téma. Nagyon fontos, mert aki erről tudatos, akkor a kezébe tudja venni az életét. Tehát a védikus személyiségfejlesztésnek mondhatni az alapja a kötőerők tudománya, ismerete, annak használata. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy beszélek róla, mert egyszerűen érint minket. Jó? Úgyhogy ez lesz a mai téma. Mindannyian azt hiszük, azt gondoljuk, hogy szabadok vagyunk, és azt tesszük, amit csak akarunk. Ugye? Ugye ez főleg a mai nyugati társadalomnak, ennek a demokrata és felvilágosult társadalomnak az eszméje, hogy mindenki szabad, mindenki azt csinál, amit akar, és tedd is meg azt, amit akarsz, és csináld azt, amit akarsz. Oké, ha ez így lenne, akkor tényleg mindenki azt csinálhatná, amit akar. De valóban így van? Valóban azt teszel, amit akarsz? Valóban mindig mindent megcsinálsz, amire gondolsz, amit szeretnél? Hát a válasz valószínű, hogy nagy részeteknél az lesz, hogy nem. Persze bizonyos esetekben a válasz igen, bizonyos esetekben nem. Miért van ez? Hát képzeld el, hogy létezik szabad akarat. Képzeld el, hogy amikor az Úr megteremt minket, mint lelkeket, és akkor... létrejövünk, akkor egy dolog, ami a miénk, az a szabad akarat. Tehát azt teszünk, amit akarunk. Egy szempontból, abszolút szempontból valóban ez megtörténik. Viszont az anyagi világban, amikor belekerül a lélek, és kap egy anyagi testet, egy anyagi tudatot, anyagi formát ölt a lélek, ugye a lélek az anyagi testben utazik, mint ahogy egy
sofőr utazik az autóban, ugyanúgy a lélek utazik a testben, akkor már hatnak rá az anyagi világnak az elemei, összetevői, és befolyásolják a mi tetteinket. És ezért van az, mikor azt csinálod, hogy akarsz cselekedni, de mégse úgy cselekszel, ahogy gondolod. Cselekszel, de nem az lesz az eredmény, amit vársz tőle. Vagy akarsz cselekedni, de nem tudod megtenni. Ez mind-mind a kötőerők miatt van. Kötőerőket gúnáknak hívjuk. Gúnák, úgy is lehet fordítani őket, hogy minőség, vagy úgy is, hogy kötelék. Csak magyarul szoktuk kötőerőnek fordítani. Ez a három kötőerő a szatvagúna, a jóság minősége, a rajagúna, a szenvedély minősége, és a tamagúna, a tudatlanság minősége. Ez a három van jelen az anyagi világban, és ez a három hat. Miért vannak ezek a kötőerők? Tehát, hogyha van lélek, van szabad akarat, akkor nem lehet csak úgy mindent magára hagyni, és akkor minden áramlik, ahogyan éppen gondoljuk. Hát abszolút szinten ezek így vannak, de amíg mi itt kötött állapotban vagyunk, feltételekhez kötött állapotunk az anyagi világban, akkor nem így működik. Ha megnézed, mindennek van rendje. Mindent áthat a törvény. Mindennek megvan egy mechanizmusa. Miért maradnak a tárgyak a Földön? Mert van gravitáció, ugye? Miért tudnak a madarak mégis repülni? Mert van felhajtóerő. Miért van az, hogy napfényesség van? Azért, mert a nap följön és a sugaraival láthat mindent. Tehát mindennek megvan a rendje, módja, és ezt a rendet és a módot a kötőerők hozzák létre. Illetve a kötőerők hozzák létre az anyagi világnak a ciklikusságát, illetve a sokszínűségét. Sokszínűség alatt azt értem, hogy van kicsi, van nagy, van sötét, van világos, van fekete, van fehér, van öreg, van fiatal, és a többi. Tehát ez a sokszínűség. Ezt a sokszínűséget is a kötőerők hozzák létre az anyagi világba. Miért? Mert így lesz gyönyörű és szép és változatos. Mert ugye az anyagi világ azon túl, hogy egy iskola nekünk, egy játszótér nekünk, lelkeknek, ott tanuljunk és fejlődjünk, azon túl még egy isteni színpad is, amit Isten néz és élvez és örömét leli benne. És akkor minél változatosabb, annál gyönyörködtetőbb. Tehát a kötőerőknek ez az egyik feladata, a változatosság. Akkor ugye mondtam ezt a ciklikusságot, ami még a feladata. Mire gondolok? Ha megnézed, ez a nagy renden belül minden ilyen kis ismétlődő. Hát csak nézd meg a napszakokat, ugye? Egész egyszerűen van reggel, napközben, este, éjszaka, megint föl kell a nap, megint nappal van, lemegy a nap, megint éjszaka van, és ez minduntalan ismétlődik, és akkor létrejönnek a napszakok, napok. De ha ezt kiterjesztjük, akkor vannak a hetek, azok is ismétlődnek, a hónapok, az évek, ugye mindig van. Tavasz, nyár, ősztél, majd újra kezdődik. Tavasz, nyár, ősztél, és ismétlődik. Vagy maga az élet is ilyen, hogyha a jóga tanításában, a védikus tanításokban hiszel, akkor az életünk is ilyen. Megszületünk, fölnövünk, megöregszünk, meghalunk. De csak a test hal meg, a lélek nem a lélek, a karmája szerint kap egy új testet, megint megszületik, növekszik, öregszik, meghal a teste, de a lélek újra születik, kap egy új testet. És akkor gyakorlatilag a reinkarnáció törvénye érvényesül, a lélek testről testre vándorol, és folytatja életútját. Tehát a mi életünk is ilyen ciklikus. Amúgy az anyagi világnak a léte is ciklikus. Tehát nem olyan, mint a kereszténység, amit tanít, hogy a kereszténység azt mondja, hogy van teremtés, és van pusztulás, és akkor ennyi. Vagy egyszer élsz, és ennyi, és vagy a pokol, vagy a menny vár rád. De nem ilyen egyszerű a téma a védikus tanítás szerint, hanem úgy van, az anyagi világ is úgy működik, hogy van egy látens állapot, ez azt jelenti, hogy megnyilvánulatlan, elemeire széthullott állapot, tehát nem érzékelhető állapotban van ez az anyagi világ, majd megnyilvánul, megteremtődik, a világ fönt van, érzékeled, látod, a világnak, az anyagi világról beszélek most, nagyon-nagyon-nagyon hosszú a szavatosság ideje, a létezése, de van vége, ahogy vége van, elkezd megromlani, majd elpusztul, újra elemeire hullik. Majd az anyagi világ újra megnyilvánul, majd újra megsemmisül. Ugye ez a teremtési pusztulásnak a dinamikája. Ez az anyagi világra jellemző, ez nagyon fontos. A lelki világ az mindig létezik emellett, ettől függetlenül, az folyamatosan létezik. Tehát azt mondom, hogy a teremtés, akkor a teremtés a mindenség alatt a lelki világot értjük. A lelki világ a mindenség, az a végtelen. És azon belül van az anyagi világ, ami csak parányi. De az anyagi világ is olyan hatalmas,
hát mi se látjuk át, és a tudósok se tudják fölfogni, hogy mennyire hatalmas. De az anyagvilág a lelkivilághoz képest parányi. Ezt úgy szokták nekünk a lelki tudomesterek magyarázni, mint hogy itt lenne a Föld bolygó, itt van ez a tájkép, amit te látsz, ami napfényes, szikrázó, szép és gyönyörű táj, de mégis ott van egy felhő. Néha van felhő, néha nincs felhő. Ugyanígy a lelki világ egén, vagy a lelki világban megjelenik néha az anyagi világ, ott van, majd eltűnik. Ott van, eltűnik. És ennyi. Mint nálunk a felhő ott van, és eltűnik. De a felhő az egész látképhez képest, a tájhoz, a földhöz képest, ez semmi. Így tudod talán, vagy így tudjuk talán nagyjából fölfogni, és nagyjából érzékelni, hogy most akkor mire is van szó. És az anyag világnak ezt a ciklikusságát, hogy megteremtődik, elpusztul, ezt a kötőerők hozzák létre. Ahogy egyébként a mi életünkben és a napszakokban is a ciklikusságot a kötőerők hozzák létre, a változatosságot a kötőerők hozzák létre. Tehát ezért vannak ezek itt, és akkor így létrejön az a rend, az a dinamika, ami szerint minden létezik és működik. Így. Tehát, hogyha az anyagi világot nézzük, akkor a három kötőerőre szükség van. Enélkül nem lenne ez a fajta rend, változatosság, ciklikusság, ez a fajta, igen, anyagi világ. Tehát így. Viszont kötőerőket azért érdemes tudni, mert oké, hogy most megteremtik mindezt, amit az előbb elsoroltam, de ezek, ahogy mondtam, nem csak energiák, hanem minőségek is. Mindegyik ilyen guna hordoz valamilyen jellemzőt magával, amely jellemzőt aztán képvisel a természetben, a testünkben, a tudatunkban. És ezeket jó ismerni, mert ha fölismerjük, akkor azt is fölismerhetjük, hogy a mi életünkben melyik kötőerő domináns, melyik van leginkább jelen, és akkor megtudhatjuk, hogy miért olyan a testünk működése, vagy a tudatunk működése, amilyen, mert akkor rájövünk, hogy milyen kötőerő hat rá leginkább. Ez csak egy diagnózis lesz, hogy rájössz, hogy milyen kötőerő hat rád, de magunkat lehet fejleszteni, gyógyítani, úgyhogy minél jobb minőségbe teszed magad, mert akkor minél jobb minőséggel társulsz, annál inkább változik a tested és a személyiséged. Jó? És akkor most menjünk is végig ezeken a kötőerőkön. Akkor van az első, az legyen akkor most a tamagúna, vagy szoktuk úgy is röviden mondani, hogy tamasz. Tehát tamasz és tamagúna, ez ugyanazt jelenti, a tudatlanság minőségét. Ez a tudatlanság minősége, vagy ez a kötőerő, ez magában hordozza, hát egyrészt a tudás hiányát, ezért hívjuk tudatlanságnak, ugye a tudatlanságot, a tétlenséget, a pesszimizmust, a sötétséget, a betegséget, az elmúlást, a romlást, a pusztulást, az emberi természetben, az emberi tulajdonságban rossz tulajdonságokat, önzőség, irítség, mohóság, düh, agresszió, és minden, amit felsoroltam, ez a sok dolog, ez alkotja a tamagúnát. A tamagúnának ez a minősége, ezt hordozza, ezt érvényesíti a világban, meg bennünk is. Tehát ez a tamagúna. Akkor a következő az a rajagúna, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy rajasz, ez egy és ugyanaz, ez a szenvedély minősége. Ez a szenvedély, ez a vágyakból születik, a sóvárgásból, és akkor jellemzője a változatosság. Például alkonyat, pirkata, dél, a napszakokban ezek tartoznak ide. Ugye a tamasz volt az este. Akkor a gyulladás, a betegségek, a fellángolások, azok tartoznak ide, amikor egyszer nagyon lelkes vagy valamilyen téma iránt, és ugyanazon téma iránt aztán nem vagy lelkes. Egyszer örülsz, aztán meg bánatos vagy. Tehát ez a kedélyállapot változás tartozik a szenvedély minőségébe. A teremtés is oda tartozik egyébként, az alkotás, a vágyakozás, a szerelem, a kéj, a mohóság, ezek mind a szenvedély minőségében vannak. A következő, a harmadik, az pedig a szatvagúna, a jóság minősége, ez ami a tudás, az abszolút lelki tudást képviseli, a nappal, az egészség, a fennmaradás, harmónia, egészség, béke, nyugalom, az emberi természetben ezek a jó tulajdonságok, hogy együttérzés, önzetlenség, szeretet, türelem, és a többi, és a többi. Tehát sok dolgot soroltam fel egy minőséghez, mert ezeket mind magukba foglalják. És ezek a minőség aztán létrehozzák a változatosságot, a ciklikusságot, a rendet, és a bennünk lévő tulajdonságokat.
Ugye csak nézzük meg a természetet. Tehát, ahogy mondtam neked, akkor a éjszaka az volt a tamagúna. Ahogy föl kell a nap, lemegy a nap, az a rajagúna, a szenvedély minősége. Vagy amikor délen a legmagasabban van a nap, az is a szenvedély minősége. De az, hogy egész nap nappal van napközben, az a jóság minősége. Az, hogy megszületünk, létrejövünk, anya-apa megcsinál minket, maga a szülés megtörténik, fölnövünk, ez mind a szenvedély minősége. Az, hogy aztán felnőtt emberként elejjük az életünket, fönntartjuk az életünket, az a jóság minősége, aztán megöregszünk, meghalunk, az a tudatlanság minősége. Ugye? Vagy jön a tavasz, az mindenki hajt, minden rügyezik, minden virágzik, életet bont a természet, ez a szenvedély kötő ereje. Aztán nyáron kora ősszel minden fönn van, minden terem, minden él, minden létezik. Ez a nyár, ez a jóság minőség, és aztán az ősz, az elmúlás, a tél, akkor minden megpihen, vagy hát meghal a természet, de, és ez a tamagúna, tudatlanság minősége. Tehát mondjuk a természetben így van jelen ez a dolog. És most több példát is mondhatnék, de szerintem ennyiből már megértetted, hogy működnek ezek. És hát szükség van erre. Mert például szükség van télre, ha nem lenne tél, a természet nem tudná kipihenni magát, nem tudna újra megszületni. Ugyanígy a mi napunkban is muszáj van, muszáj este, amikor lefekszek és alszok, mert akkor piheni ki a testem és a tudatom, az idegrendszerem magát, és hogy kipihenem magam, utána tudok újult elővel lépni a következő életbe. Az anyagi testem elhasználódik, van halál, a halálra szükség van, mert elhasználódott a test, de igazából csak a test hal meg. Utána jön az újjászületés, a reinkarnáció szerint kapok egy új testet, megint fiatal vagyok. Tehát, hogy az elmúlás a tamagúna itt nem véglegességet jelent, hanem csak egy pihenést jelent. A rajagúna egy újítást jelent, a szatvagúna a jóság minősége, az meg a létezést, a fönntartást jelenti. Tehát így van a természetben jelen ez a három kötőerő. Jó? És ezért szükségesek ezek, hogy ott legyenek, mert így létezik minden, amit mondtam. Ugyanakkor a testünknek van egy dinamikája, ugyanakkor a tudatunknak van egy dinamikája. És a testben, tudatban szerintetek mi a jó, hogy a három kötőerő közül melyik legyen leginkább? Mindegyik mindig ott lesz, mert működteti a testet, tehát alszunk, ébren vagyunk, stb. De mégis, amikor éberek vagyunk, mégis, amikor aktívak vagyunk, mégis, amikor a termékeny életünket érjük napközben, akkor szerintetek melyik kötőerőnek kéne, hogy leginkább túlsúlyban legyen rajtunk, bennünk? Hát a jóság minősége, a szatvagúna. Miért? Mert a szatvagúnáról felsoroltam azt a sok jót, emlékszel? Egészség, harmónia, boldogság, kiegyensúlyozottság, energia, stb. Stb. És ha mi testünkben, tudatunkban, tehát a lényünkben leginkább ez van jelen, a jóság minősége, akkor a mi tudatunk, testünk is így fog működni. Erős lesz, egészséges lesz, a tudatunk pozitív lesz, élettel teli lesz, alkotó lesz. Na de már most, hogyha nem ez van benne, hanem pont az ellentetje, a tamagúna, a tudatlanság minősége, akkor a testünk gyenge lesz, beteges lesz, tompa lesz a tudatunk, pesszimisták leszünk, kritikusak leszünk, életuntak, depressziósak leszünk, és akkor így hat ránk a tamagúna. A kettő között van a rajagúna. Tehát egyszer jól vagyok, egyszer rosszul vagyok, egyszer motivált vagyok, egyszer nem vagyok motivált. Valamikor egészséges vagyok, valamikor egészségtelen, valamikor tanulok, valamikor meg nagyon nem. Tehát ez az összevisszaság, szétszortság jellemzi a szenvedély minőségét. És akkor már láthatod, hogy nagyon nem mindegy, hogy akkor mi melyik kötőerővel társulunk. Mert akkor az hat ránk. És képzeld el, hogy ha akarod, ha nem, minden hat ránk. Mert a kötőerők az mindenben ott van. Mit jelent a minden az életmódunk, tehát az otthonunk hogy néz ki, az ételünk mit eszünk, az ital, amit iszunk, az, hogy milyen, ha nézel tévét, milyen filmeket nézel, ha olvasol könyveket, milyen könyveket olvasol, ha zenét hallgatsz, milyen zenét hallgatsz, emberekkel társulsz, milyen emberekkel társulsz, és még sorolhatnám. Tehát ezek a dolgok, ugye, amik az életünkben ott vannak, ezek mind besorolhatók különböző kötőrökbe, és amilyen kötőrökbe vannak ezek, és ezekkel én társulok, azt hívom magamba. És ha akarjuk, hanem ezek hatnak, minden hat ránk. Ugye most leginkább ugye a pszichológia foglalkozik ezzel egyrészt, hogy mennyi minden befolyásol minket, hogy szólnak hozzánk, mit látunk, mit hallunk, stb. De most már nem csak a pszichológia foglalkozik ezzel, hogy mennyi minden hat ránk, hanem a marketing.
a reklámipar. Persze a reklámipar és a marketingipar negatív módon foglalkozik ezzel, mert őt az érdekli, hogy hogyan tud minket manipulálni, hogyan tudja az érzékeinket megfogni, vezetni és rávenni olyanra, amit nem is akarnánk. Megvesszük, mert megérdemeljük. Megvesszük, mert nélkül nem tudsz létezni. Megvesszük, mert ez nagyon szuper, és ez csak neked, és csak most, csak ekkor, csak akciósan. Tehát, hogy annyira kütyűznek minket, manipulálnak, kötőerőket használva, hogy beleesünk ebbe a csapdába, és akkor megveszünk mindenféle hasztalan dolgot, ami csak ott porosodik a polcon, és pénzt adtunk érte, és ezt környezetet szennyeztük is, stb. Stb. Tehát a lényeg, hogy nagyon is hat ránk minden, és rengeteg ilyen tanulmány született. Két példa is eszembe jut. Az egyik példa az, ezt a főnököm egy ilyen személyiségfejlesztő tanfolyam mutatott egy videót és egy tanulmányt, miszerint volt egy nagy marketing ember, aki meghívta a konkurenseit, ez a másik négy embert meghívott magához. És az volt a feladat, tehát volt a szervező marketinges és a négy vendég marketinges. És akkor az volt a feladat a vendég marketingeseknek, hogy csinálnak egy logót és egy szlogent. Így. És akkor behívta őket egy meetingre, találkozóra, és kiadta ezt a feladatot nekik, hogy akkor csináljátok egy logót és egy szlogent. De előtte volt egy nap. Egy olyan nap, ami mind a négy embernek nagyon hasonló volt. Tehát gyakorlatilag mind a négy emberért ugyanolyan kocsi, ugyanolyan sofőr ment ki a reptérre, behozták őket a reptérről a szállodába, ugyanabba a szállodába ment mindegyik, ugyanolyan lakosztályt, vagyis mi az, szobát kapott mindegyik, ugyanolyan ételt kaptak, ugyanazon a vonalon vitték a szállodából őket el a meeting terembe, tehát minden hasonló volt, és direktbe ilyen ingereket kaptak. Tehát nem volt mindegy, hogy milyen kocsival vitték őket. Az se volt mindegy, hogy milyen útvonalon mentek. Az se volt mindegy, hogy az étel milyen tányéron is, milyen feltétel volt ott. És sorolhatnám még ezeket. És így akkor voltak ilyen kardinális ilyen ingerek vagy pontok, ami ugye mindegyik őknél megegyezett, de ezek jól megkomponált csomópontok és ingerek voltak. És akkor ugye ezen a napon végigment ez a négy vendég emberünk, még a szervező fogadta őket, hogy oké, akkor most egy állatkertnek csináljátok egy logót és egy szlogent. Megkapták a feladatot, most ez mindegy, hogy mennyi időt kaptak rá, és akkor az volt a feladat, hogy oké, akkor mindannyian egyszerre mutassák fel a papírt, hogy milyen logót terveztek, és mi volt a szlogen. És képzeljétek el, hogy egy az egybe szinte teljesen ugyanazt csinálta mind a négy. De hát ezek übergiga, szuper szakemberek voltak. Tehát rengeteg tudással, múlttal, máshol éltek, más csináltak. Akkor hogy a túróba lehet, hogy mind a négy ugyanazt csinálta? Hát azért, mert az a sok környezet, az utazás, a szállás, az étkezés, az mind hatott rájuk, tehát a kötőerők hatottak rájuk, és már szinte a vendéglátó, főszervező tudta, hogy fogja manipulálni őket, mert ő előre a közönségnek megmutatta, hogy a gyerekek ilyen logót és ilyen szlogent fognak adni. És hát bejött. Képzeljétek el. És mindegyik egy mackót csinált, aminek angyal szárnya van, tehát egy mackó angyali szárnyal, és akkor ez volt a logó, és a szlogen valami ilyesmi volt, hogy nem tudom, a állatok mennyországa, vagy valami ilyesmi. Nagyon durva, és csak a színek, a szárnyak formája, a mackó feje formája, ezek különböztek, de a lényeg ugyanaz volt. Ennyire manipulálhatóak vagyunk, képzeljétek el. Nagyon durva. És ugyanez a történet van egy másik, szoktam nézni régen ilyen bűvészt, egy ilyen fickót, a Netflixen van egy sorozata, már nem is tudom mi a címe, mert olyan rég néztem, na mindegy, a lényeg, hogy van egy ilyen fickó, ilyen 20 perces bűvészkedik, így hűíti az embereket az utcán. Nagyon profi a fickó egyébként, végtelen ügyes, egy kis művészember, és ő meg ilyen tizenéves youtubereket, nem is tudom, ahogy hívják őket, tehát olyan gyerekeket, fiatalokat hívott meg, akik Instagramon nyomulnak, és nagy hatással vannak a világra. Tehát ők is ilyen menő, belevaló kis celeb gyerekek, vagy hát fiatal emberek, akik elvileg durván benne vannak profik a
emberek hülyítésébe. Igazából, mert itt nem értelmes dolgokat közvetítettek az emberek felé, hanem divatot, meg pletykát, meg butaságokat. És három ilyen srácot, vagy hát nem srác volt, mert lányok, fiúk vegyesen, meghívott magához, de ő még nem is egy napot foglalkozott előtte velük, hanem képzeljétek el, pár percet, tehát gyakorlatilag egy 20 percet foglalkozott velük egyszerre egy időben. Tehát gyakorlatilag annyit csinált a fickó, hogy elmondta, hogy ő mit szeret, mit nem szeret, hogy szokta csinálni, mutogatott pár képet, mutogatott pár tárgyat, elővette telefonján azon mutogatott pár élményt, így, tehát adott nekik 5-6 ingert rejtve ebbe a 20 percben, és kiadta a feladatot, hogy oké, akkor most ti tervezzetek egy fotót, aminek ez a célja. Most már nem emlékszek, mi a célja, valami terméket el kell adni. Ti komponáljátok meg egy fotót háttérrel, tárgyal, stb. De az a, úgy képzeljétek, hogy több száz tárgy, több száz szoba, több száz kompozíció volt, ami közül választhattak volna. És mind a hárman tök ugyanazt a fotót hozták. Nagyon durva. És akkor utólag mutatta meg ez a bűvész fickó, hogy akkor mi volt az az 5-6 kód, amivel megkütyüzte az agyukat, és már befolyásolta azt, hogy mi legyen. És akkor volt 5-6 ilyen tárgy és kulcsmondat, amit nagyon erőteljesen, nagyon határozottan a szemükbe mondott, és annak eredményeképpen ez a három fiatal ugyanazt a fotót csinálta. Tehát látjátok, az előző példánál egy nap inger érte őket, ennél a példánál 20 perc inger érte, tehát külső hatások, de azok, ha lefordítjuk a jóga nyelvébe, azok nem mások, mint kötőerők, amik érték azokat az általam említett szereplőket. És gyakorlatilag akkor most volt szabad akaratuk, vagy nem? Most ők cselekedtek, vagy nem? Hát elvi szinten volt szabad akaratuk, mert senki nem békjózta meg őket, senki nem szabályozta be őket. Szóval elvileg volt szabad akaratuk. Gyakorlatban nem volt. Gyakorlatilag beprogramozták őket, és cselekedtek. Na képzeljétek el, hogy az anyagi világ ugyanezt csinálja velünk. A lelki szinten, a lelki világban, vagy az önmegvalósított személyek, a felszabadult személyek azok, akik igazából szabadok, akikre nem hat semmi, és tényleg maguk cselekszenek. De mindenki más, aki itt van az anyagi világban, úgy befolyásol minket az anyagi világ, vagy például az embereket, gyakorlatilag a kötőerők kütyűznek minket, és hatnak ránk, és akkor végül nincs is szabad akaratunk, hanem csak mint egy droidok, végrehajtjuk a programokat, megtörténnek az események, és azt hiszük, hogy cselekszünk. De közben mi a tünete annak, hogy mégse biztos, hogy mi cselekszünk? Hát mert sokszor pofára esünk, sokszor szenvedünk, sokszor csalódunk, sokszor betegek vagyunk, sokszor boldogtalanok vagyunk, sokszor elégedetlenek vagyunk, de hát közben én szabad vagyok, én azt csak, amit akarok, és de nem, ez csak egy illúzió, hogy a reklámembereknek is egy illúzió volt, hogy azt csináltak, amit akartak, olyan fotót és logót, amit akarnak, közben meg mindenki ugyanazt csinálta. Szóval, hogy így vagyunk mi is, hogy az anyagi világ mája, az illúzió, ez egy energia, egy ránk ül, és akkor megvarázsol minket, azt hiszük, hogy cselekszünk szabadon, és közben meg csak végrehajtunk az energiák hatására mindenféle dolgot. Ezt, hát én csak bízom benne, hogy le tudtátok követni a példát és a monológomat. Annyira jó lenne, ha itt ülnétek mindannyian velem szembe is élőbe tudnánk beszélgetni, mert akkor tudnátok kérdezni, meg látnám, hogy értitek-e. Most csak remélem, hogy értitek ezeket a példákat, amiket mondtam. De a lényeg, hogy észre kell ezeket venni. Ahogyha akkor ott a marketing emberek és ezek a Instagram celebek észreveszik azokat a kódolt mondatokat, képeket, akkor azokat ők nem lettek volna rájuk hatással, hanem ők tudnak rájuk hatni. Ugyanígy neked az életedbe részre kell venni a tamaszt, a rajaszt és a szatvát, a jóság minőségét. Észre kell venni, és rá kell venni, hogy hoppá, hát azért vagyok én ilyen állapotban, mert ez a kötőerő köt engem és hat rám, és ez engem kütyűz, hogy az előbbi példában a bűvész és a szervező az embereket kütyűzte. Ugyanígy észre kell venni, hogy hoppá, akkor én most csak egy Mariat bábú vagyok, és mindenféle madzaggal irányítanak. És hát a tamagúna, amit föl tudsz ismerni, hát csak pár példa, ugye elsoroltam már a jellemzőit, tehát nagyjából képbe vagy, de például, hogyha az otthonodat veszed, hogyha koszos, piszkos, nincs szellőztetve, áporodott a levegő, szana szét van minden, hát ez a tamagúna. Ugye? Hogyha hol rend van, hol kosz van, hol friss levegő van, hol nincsen, néha rend van, néha szétszórtság van, de azért egy pici kosz, egy pici lom szem előtt van, az a szenvedély minősége, ha pedig minden rendezett, minden tiszta, jó a levegő, akkor az a jóság minősége.
Ugye? És akkor ezt így fölismerheted, hogy a te otthonod milyen. Hát eleve a lakó helyed, ahol laksz, nagyon számít. Hogyha belvárosban vagy, a város közepén van, nyüzsi van, élet van, duda van, sziréna van, jönnek, mennek az emberek, az a szenvedély minősége. Ha például a vidéken laksz, falun laksz, nyugi van, csönd van, süt a nap, tiszta a levegő, az a jóság minősége. Ha meg nem tudom, valami gettóba vagy, lakótelepen vagy, gyártelep mellett laksz, ilyen hasonló helyeken, az meg akkor a tamagúna tudatlanság minősége. Ugye? Hogyha heavy metalt hallgatsz, ahol ültenek, káromkodnak, hörögnek az emberek, és csak fú, hát borzasztó. Már bocsánat, ha most valakit megsértettem. Hát az tamagúna. Hogyha popzenét, diszkózenét, romantikus zenét hallgatsz, csacsacsát, ilyeneket, az a szenvedélyködő ereje, ha pedig instrumentális zenéket, kiegyensúlyozott komoly zenéket, rágákat, mantrákat, szívednek kedves, szép dalokat hallgatsz, az a jóság minősége. Ugye? Hogyha tiszta ruha van rajtad, ápolt vagy, szépen, esztétikusan vagy fölöltözve, az jóság minősége, ha szexi vagy, agyon vagy sminkelve, mély a dekoltásod, kilátszik a feneked, az a rajagúna, ha pedig koszos, piszkos, szakadt a ruhád, az a tamagúna. Barátaid, hogyha káromkodnak, piálnak, és ez a kikapcsolódás, hogy másokat kritizálnak, tamagúna, hogyha játszanak, szórakoznak, táncikálnak, rajagúna, ha sétálnak, túráznak, értelmes dolgokról beszélnek, egymást emelik a szabadidejükben, az a jóság minősége. Hát most ezek jutottak eszembe, pár élethelyzetet felsoroltam neked, de szerintem már ebből ki tudod akkor következtetni az összes többit is, hogy így fölismerheted akkor a három kötőerőt az élettevékenységeiddel, a tárgyaiddal, a társaságoddal kapcsolatban. És igenis észre kell ezeket venni. És akkor meglátod, hú, hát én most tök tamaszba vagyok. Az életem is, az otthonom is, a szabadidőm is, azt az eget, amit olvasok, az is, hiszen horrorfilmeket nézek egész nap, akkor tamaszban vagy. És azért van az, hogy gyenge a tested, tompult vagy, depressziós vagy, életunt vagy, kritikus vagy, pesszimista vagy, és a többi. Akkor mi a megoldás? Ha tamagúnába vagy, akkor próbálj a tamasznak is van három szintje. A nagyon tamasz, a kicsit tamasz, a kevésbé tamasz. És akkor mondjuk egy kötőerő akár három szintre felsorolt, akkor egy kicsit magasabb szintbe kell mennek. Picit vegyél erőfeszítés, picit szedd össze magad, picit jobb dolgokat néz, picit jobb emberekkel társulj, érd el a szenvedély minőségét. Elérted a szenvedély minőségét, akkor elkezdesz tevékeny lenni, álmodozó, vágyakozó, akarattal teli lenni, tudsz teremteni, de azért még néha félre sikerülnek, néha csalódott vagy, de mégis van siker, de néha visszahúzás van, de már van ott egy energia rajagúna, ami kiemel a tamaszból. Ott is próbálj szinteket lépni, és aztán meg a szatvát elérni. Ott is szinteket lépni, és a szatva csúcsát elérni. És ez csak úgy fog működni, hogyha változtatod az előbb felsorolt dolgokat. Az egész életmódodat, környezetedet változtatod. Nem működik másképpen. Mert akkor csak ott van az, hogy vágysz arra, hogy én szeretnék egészséges lenni, szeretnék mozogni, szeretnék új dolgot tanulni, szeretnék jobb lenni a munkában, szeretnék egy jobb férj vagy feleség lenni, anya vagy apa lenni. Mert ugye az ember, én azt gondolom, vagy feltételezem, hogy nagy alapjárata még a tamaszban van is, akkor is a jóságra vágyik, a tisztaságra, a fényre, az elégedettségre, a boldogságra. És miért van az, hogy még egy tamaszban, vagy bármilyen minőségben lévő ember ezekre a jó dolgokra vágyik? Mert a léleknek az eredeti természete ez. Ugye a lélekről már mondtam, meséltem nektek, volt egy másik előadás. Ugye a léleknek az eredeti természete teljes tudással, boldogsággal, öröklétel van, szeretetben van. Tehát a lélek a lelki világban, meg más lelkekkel ilyen viszonyban van. Ezért ez az alapvető természete, ezért minden ember, minden élőlény ezekre vágyik. Tehát ez neki vonzó, tehát ő akar e felé menni, mint a lepke akar a fény felé menni. Ugyanígy az ember is akar a jó felé menni. De mégse tud menni. Tehát csak nem tud tanulni, csak nem tud fejlődni, csak nem lesz jó anya, csak nem lesz jó apa, hisztizik, káromkodik, veszekszik, megsértődik, dühös, és csak tonyul egész nap, és csak hízik. Hát akkor ez vagy, akkor észreveszed, hogy tamaszban vagyok, akkor ezeken változtatni kell. Változtatok azon, hogy milyen filmet nézek. Változtatok azon, hogy az otthonomat elkezdem rendbe rakni. Akkor csak elkezdek mozogni. Tehát pont a rajaszt és a szatvát elkezdem az életembe hozni, és ez kiemel.
És képzeld el, hogy ez durván működik. Mert ahogy az előbbi példákban tudtuk azt, hogy minden hat ránk, szerencsére nem csak a manipuláció és a rossz dolgok hatnak a tudatunkra és a testünkre, hanem fordítva a jó dolgok is. És gyakorlatilag az összes vallásnak, az összes szentírásnak, az összes jóga irányzatnak az lenne a célja, hogy manipuláljon minket, de pozitív módon. Szokták is hányszor mondják nekem, hogy a jóga, vagy a Krisna tudat, vagy bármi lelki dolog, hát az agymosás. Hát az agymosás. Hú, én meg boldogon mondom, hogy persze, igen. Hát egyszer be van szennyezve az agyam, hát ki kell mosni. Ha beszennyeződik a ruhám, kimosom, összekoszolódik az otthonom, fölmosom, tehát mindig takarítok és tisztítok. Hát miért lenne ez másképp az agyammal, vagy mondjuk így a tudatommal, a gondolatvilágommal? Igenis, ki kell mosni. És pontosan a spirituális utak a legjobb agymosások, de ezt most itt teljes mértékben pozitív módon mondom, szóval félre ne értsétek, és nagy valaki más valamit belemagyarázzon. Tehát igenis, akkor én nekem belülről kell magamat fejleszteni, tisztítani. És akkor ez lenne a jógának, a vallási utaknak, vagy a spirituális utaknak a célja, hogy akkor engem pozitív módon változtasson. Ahogy az előbbi példák negatív módon befolyásolták a résztvevőket, akkor én tudom magamat pozitív módon. Elkezdem a szatvakugnát behozni az életembe. Jó emberekkel társulok, jó könyveket olvasok, gyönyörű szép filmeket nézek, aminek van mondani valóra, és egy kis lelkemet fölemeli. Így. És egész egyszerűen elutasítom. A rossz filmeket, a rossz társaságot, a koszt, a piszkot, minden reggel lezuhanyzok, minden este lezuhanyzok, minden nap tiszta ruhát veszek föl, kiszellőztetem a szobámat 2-3-szor egy nap. Ez úgy lehet, hogy soknak is furcsának tűnik, de rengeteg ilyenről írnak a védikus szentírások, hogy mi a szatva guna. Mit kell tenned a hétköznapok során, és ezek végtelen kézzelfogható dolog. Tehát ez nem működik, hogy te a tamaszban vagy koszban, mocsokban élsz, rossz emberek vesznek körül, mindenki csak negatív körülötted, és leülsz meditálni naponta 10 percet, és jogázol 20 percet. Hát ez semmit nem fog érni. Nem ér, mert azt a rengeteg negatív tamagunát nem tudod ellensúlyozni 10 perc meditációval és 20 perc jogázással. Nem tudod. Ezt most nem azt mondtam, hogy ne jogázz és ne meditálj, mert kell. Mert pont ezek a jóga elemek, a meditáció, relaxáció, pránajám, jogikus táplálkozás, jogikus filozófia, ászanázás, ezek pont, hogy kiemelnek téged. Tehát ezeket csináljátok, hiszen ezt oktatom, ezért vagyok jó oktató, mert látom, hogy használ és működik mindez a jóga elem, hogy az ember egy magasabb kötőrőbe kerüljön. De nem elég csak a jóga elemeket néha-néha gyakorolni, mert nem elég. Az életed minden aspektusát, az élettevékenységet, a környezetedet kell változtatni. És mondom, az olyan pozitív módon fog változtatni, hogy kivirulsz. Ez olyan, mint egy virág. Hogyha a virág nem kap napfényt, és csak koszos, büdös állatvízzel öntözöd, az a virág, az a növény el fog hervadni. Ha te magadnak csak tamagunát adsz, elhervad a tested, a tudatod, a lelked. Ez elhervad, elhal, mint egy növény, amit nem gondozol. De ha növénynek tiszta levegőt adsz, napfényt adsz, tiszta vízzel öntözöd, kivirul, megerősödik, növekszik, és akkor virágot bont, gyümölcsöt bont. Ugyanígy kell magadra tekinteni, mint egy kis növényke. Muszáj vagy gondozni. Tehát muszáj vagy gondozni, tehát ha kertet, egy kertészt megkérdezel, nem csak úgy lesznek virágok és gyümölcsök, csak úgy maguktól, hanem folyamatos szatva guna van ott is. Kapálok, gyomlálok, öntözök, napfényt adok neki, megfelelő levegőt kap, stb. Tehát folyamatosan adom neki a jót a kertemnek, dolgozok vele, ezzel kivirul a kertem, és ott vannak a virágok, gyümölcsök, és élvezem az eredményt. Ugyanígy van az életünkkel, a testünkkel, hogy kell gondoskodni róla, és akkor így a kötőerőket felfedezni, diagnosztizálni tetteinkben, testünkben, elménkben, és kerülni a alacsony kötőerőt, és egy magasabb kötőerőt kultiválni. És itt van az a pont, amikor nem úszod meg az életmódváltoztatást. Viszont az életmódváltoztatás az egész testedre, lényedre jó hatással lesz. Mert ugye rengeteget panaszkodnak nekem tanítványaim, jogásaim, barátaim, vagy konkrétan rokonaim, családjaim, hogy de hát ő mozog 2-3-szor egy nap, de hát ő egy héten egyszer olvas 2 óra hosszát valami szépet, de amúgy meg ilyen rossz, meg olyan rossz, meg amolyan rossz az életed. Jó, de akkor nézzük meg, hogy néz ki egy napod. Nézzük meg, hogy néz ki egy heted. Mit eszel? Mit hallgatsz? Na hát, és akkor kiderül, hogy 3 órát néz tévét, 2 órát lóg Facebookon, és akkor romlott állat ételeket eszik, és a többi, és a többi. És mondom, na látod, hát akkor ez húz vissza téged.
Mert hiába mozogsz kétszer-háromszor és meditálsz egyszer egy héten, nem tudod ellensőzni, mert ez egy pici jó, a sok rossz mellett. Tehát nekünk akkor sok jót kell tenni, és kicsi rosszat. Ezt értitek? Tehát ilyen egyszerű az el. Ilyen egyszerű az el. És akkor a kötőerők így tudnak minket kiemelni. Vagy éppen lesülyeszteni. A tamagúna olyan, mint a mocsár, lehúz. A szatvagúna meg olyan, mint a fény és a levegő kiemel minket. És akkor ennyi. Ez a legfontosabb. Persze a jóság minősége még nem a végcél, mert aki a jóság minőségét eléri, ő csak egy jó ember lesz. Egy egészséges, boldog ember lesz. Ami ha neked ez a végcélod, akkor oké. Mert a szatvagúna a jóság minősége megadja az egészséget és a boldogságot. Tényleg egy remek életet tud adni a jóság minősége. Egy nagyon jó emberi életet tud adni. Ezért érdemes elérni, mert rengeteg áldást hoz. De mi a jogában, vagy a védikus kultúrában, a hinduizmusban, mi nem akarunk csak itt megállni, mert oké, hogy én jó ember vagyok, és egészséges vagyok, de most ez akkor az életemnek a végcélja, és azt mondjuk, hogy nem, és ez az én személyes véleményem is az, hogy nem ez a végcél, vagy ne csak ennyi legyen a végcél, hanem akarjak ne csak ember lenni, sőt, nem csak jó ember lenni, hanem lelki ember lenni. Tehát ne csak ember legyek, tudatos ember, hanem lelki tudatos ember. Mert amikor megtörténik ez a lelki tudatosság, Isten tudatosság, spirituális tudatosság, akkor ott jön az, hogy oké, hogy én értem a szatvagunat, de elérhetem a lelki szintet, elérhetem a felszabadulást, elérhetem az önmegvalósítást, elérhetem a lelkemet, a lelki világot, Istent, a lelki energiát. Azért mondok szinonim szavakat, meg ki miben hisz. Hát én Istenbe hiszek mindent személybe, de valaki egy energiaként fogadja el őt, ahogy létezik is. Tehát itt most ne legyen ellentmondás benned. Tehát, hogy csak a szatvagúna önmagában nem végcél. A szatvagúnát azért érjük el, hogy kiegyensúlyozottak, egészségesek legyünk, de a szatvagúna az a szint, amiről fölléphetsz a lelki szintre. Képzeld el, hogy aki tamaszban és rajaszban van, ő nem tudja elérni a felszabadulást és az önmegvalósítást. Mert az a mocsár annyira mindig lehúzza, hogy nem tud felszabadulni. Lehúzza a rossz minőség. Ezért nekünk ki kell jönni a rossz minőségekből, kötőrőkből, a szatvába. Mert csak a szatvagúna az, ami enged belátni a lelki világba, ami engedi a tudatot annyira kinyílni, a tudatot annyira megtisztulni, annyira, hogy ezt tudja érzékelni a lelki világból jövő ingereket, vagy az önvalótól, a lélektől jövő ingereket érzékelni. Mert amíg a tamaszban, rajaszban azok, nem tudod érzékelni. Lehet, hogy ott van az intelligenciában, és elfogadod, és hiszed, kicsit hiszed, nagyjából hiszed, de kétkedsz. Tehát a rajaszban, tamaszban még csak ilyen kósza hitek vannak, ilyen változó álláspontok vannak, de azok nem igazi megvalósítások, nem igazi lelki élmények. A szatvagúnál viszont már igazi élményt és megvalósítást tudsz elérni. És ezért van az, amikor lelki legpróbálsz tanítani egy nagyon-nagyon tamaszikus embert. Nem megy át. Hát szerintem nem megy át neki. Tehát egész nap sört vedel, fetreng a tévé előtt, olvassa a híradó, mit szoktuk olvasni, újságot, hallgatja a híradót, nézi ezt össze-vissza ármánykodást, rossz akarást, kritizálja a szomszédokat, igénytelen, nem zuhanyzik, moslékételeket eszik, stb. Hát ilyen embernek, ha te beszélsz arra, hogy a lélek létezik, Isten létezik, és az életnek vannak magasabb szférái, át sem megy neki, nem fogja föl. De nem azért, mert ő most rossz, hanem nem működik úgy a tudata. Képzeljétek el. Hogy annyira be tud fetődni a tudat, hogy és akkor az én emberekkel mit tudunk csinálni, kérdezhetnéd. Mert ugye magammal azt csinálok, amit akarok, tehát a magammal az azt mondtam, hogy vedd észre, egy magasabb kötőrőbe kerül, változtat az élettevékenységedet, és fogsz fejlődni. De oké, de a tőled kívülálló, tőled független lévő emberekkel mit lehet csinálni? Példamutatás a legjobb, mert hát, hogyha látja azt, hogy te fejlődsz, és jobb lettél, egészségesebb lettél, boldogabb lettél, akkor az motiválni fogja, és a te személyed kiváltja azt, hogy ő is változni akar. Ez egy ideális dolog. És így. És amikor ő nyit feléd, és menedéket vesz nálad, akkor elkezded tanítani, és hogyha ő nyit, és bizalma van feléd, és te tanítod, akkor is tud fejlődni majd. Tehát ott van a példamutatás, tanítás, ezáltal tudsz neki lehetőséget adni. Illetve praktikumokat, konkrét tanácsokat adsz neki az életmódjára, hogy akkor mind tud változtatni, és reméled, hogy változik is, és akkor az is följebb emeli. És ha ez így működik,
akkor foglalkozhatsz vele, és segíted, hogy ő is a te magunából kikerüljön. Ha pedig nem, és folyamatosan csak nem, és folyamatosan csak lehúz, akkor ott meg lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, amíg nem vagy önmegvalósított személy, akkor az a feladat, hogy került ki ezt az ember. Tehát ha se a példamutatás, se a tanítás, se a tanácsadás nem segít, akkor kerüld el. Az már más, amikor önmegvalósított, felszabadult személy vagy, mert olyan potenciákkal rendelkezel, hogy biztos, hogy fogsz tudni ráhatni. Tehát a nagyon magas lelki szinten lévő személyek mindenkire tudnak hatni. Még úgy is, hogy meg se szólalnak. Tehát mint a mi lelki tanítómestereink. Csak hogy belép a templomszobába, már érzed, hogy a tudatodból a kétség széthasadt, és már világosság van a tudatodban. De csak belépett a lelki tanítómester a terembe, semmi nem történt. De már érzed, hogy megcsapott az a... Hát nem is, hogy a jóság minősége, hanem a lelki minősége, ami még magasabb a jóságnál is. Tehát ezek a személyek, ezek képesek bárkire hatni, és ők teszik is, ők a szentek, a jógik, a bölcsek, a tanítók, az igazi tiszta szívű papok. Ezek mind-mind hatnak az emberekre, és vezetik őket. Szóval te ilyen vagy, akkor mindenkire szórd a kegyedet, és segítsd. De ha csak egy átlag ember vagy, egy átlag szinten lévő ember, akkor ha nem tudsz segíteni a tamaszban lévő embereken, akkor ki kell őket kerülni, és ne társulj velük, és ez az elv. Mert akkor ők is csak le fognak húzni téged, és akkor hiába kapálózol, ők meg kapaszkodnak beléd. Nagyon sokan kapaszkodnak tamaszosok beléd, de hiába akarsz a szatvalvá elé menni, lehúznak. Akkor az van, ne keresd a társaságukat, ne társulj velük. Tehát ez egy lehet, hogy furcsa dolog, de nagyon jól működő dolog. És igenis, hogyha az ember elkezd jogázni, vagy lelki életet élni, akkor megváltozik. Megváltozik a baráti köre, megváltozik a hobbija, megváltozik a környezete, de ez így van rendjén. És nem kell megijedni, mert nem a nihilbe fogsz belekerülni, amikor változik a világ, hanem egy jobb helyzetbe. Jobb életed lesz, jobb baráti társágod lesz, jobb otthonod lesz, jobb munkád lesz, csak persze ebbe akkor hinni is kell, de viszont azért nagyon jó ez a dolog, mert nem kell nagy hit, mert ha kipróbálod, akkor rögtön fogod tapasztalni saját magadon. Tehát ahogy rögtön elkezdesz mozogni, elkezdesz meditálni, elkezded kitakarítani a szobádat, elkezdesz tisztább ruhát hordani, rögtön hat rád, képzeld el. És akkor napról napra egyre jobb lesz. Ne add föl, hanem csináld, és kiemelkedsz. Én ezt rengeteget látom. A főiskolán, a Bhakti Vedanta Hittudomány főiskolán mi 3 évig vezetjük a jogás tanulókat, tehát 3 évig láthatjuk őket, és ott rengeteg ingert kapnak, rengeteg tudást kapnak, rengeteg példamutatást kapnak. Persze valaki ettől szétcsúszik, egyébként elmondom. Tehát valaki ettől szétcsúszik, és ott hagyja a főiskolát, azért nem tudunk mit csinálni. De aki meg bizalmat ad, hallgat, követ, azoknak az élete megváltozik. Számtalan eset volt, hogy depressziósan jöttek emberek, és boldogan elmentek. Hamuszürke volt az arca, és aztán fényes lett az arca. Bezárkózott, depressziós volt, és aztán kinyílt, és megváltozott. Így, vagy nekem tanfolyamok vannak, van kezdő, középhaladó, haladó tanfolyam. Ugye ezt valaki végigcsinálja, ez egy évig tart. Egy évig társul velem a tudással, a gyakorlatokkal, kapja az ingereket, jár a csoportba, másik jó emberekkel is társul a csoporton belül, hatnak egymásra az emberek, megváltozik az életük pozitív módon. Vagy hát egy-két barátomon látom, akik körülvesznek, hogy partnerek voltak az ilyenfajta változásba, megváltozott az életük. Vagy hát a saját életem. Szerintem Borsod-Abaúj Zemplén megyéből származom, Miskolc mellő egy kis faluból, hát ott aztán nem lelki kultúra van, hanem a lehetőleg... Na mindegy, nem akarok mondani senkit, mert az ott élőket nem akarok bemántani, ráadásul ott vannak a barátaim, szeretteim, szóval ők jó emberek, de hogy maga az életközeg, ugye gondoljatok, mindegy, nem mondok még városokat se, többet se, de hogy a nagyon-nagyon nem a szatvagúna felé, hanem inkább a tamagúna felé vannak az emberek, az életminőségek. És én ott éltem. Csak éreztem, hogy ez nagyon gáz. Tehát éreztem, hogy ez nagyon gáz, én itt nem akarok élni, én itt nem akarok létezni. És akkor 19 éves koromban én el is költöztem otthonról. De ez erőfeszítés kellett. Tehát nekem kellett tenni, hogy akkor magasabb kötőerő, és akkor én ezt saját bőrömön tapasztaltam, hogy azt az eget, hogy én hogy változok. Nem nagyon szoktam reklámozni, nem tudjátok rólam, de én az előtt, tehát 19 éves korom előtt, én dohányoztam. Nagyon korán kezdtem. A gyönyörű környezetnek köszönhetően, meg a jó barátoknak, ugye én már 13
3 évesen rászoktam a cigire, és 19 éves koromig szívtam. Piáltunk majdnem minden hétvégén, volt, hogy hétvégén duplán is piáltunk, tehát hogy iszogatás is jelen volt. Eléggé változatosan tudtam a negatív szavakat is művelni, mert az volt a természetes, hogy úgy fejeztük ki magunkat. Tehát gondold el, hogy én ilyen közegből jöttem. De hál' Istennek találkoztam. Jógával találkoztam, amit mutattam, Bhagavad Gita-val, ugye elkezdtem olvasni, és hát olyan varázslatosan hatott rám, hogy úgy éreztem, hogy azt az eget, hát akkor azért vagyok olyan, mert tamaszban vagyok, meg rajaszban, akkor elkezdtem kultiválni rajasztatvát, és akkor följebb emelkedtem, képzeljétek el, és működött. Persze aztán én éltem egy évet Krisna-völgybe, aztán elkezdtem jógázni, és szentekkel tudtam társulni, lelki tanítómesterekkel, szóval über jó emberekkel, akik aztán teljesen átgyúrták a személyiségemet pozitív módon. És akkor nekik végtelen hálás vagyok, mert egyrészt volt a saját törekvésem, és voltak ők, akik segítettek. És akkor ezt is szeretném elmondani neked, hogy az anyagi világban ezek a kötőrök annyira erősek, hogy csak egyedül nem tudsz szembeszállni velük. Ez olyan, mintha ledobnának téged az óceán, csendes óceán közepére, és azt mondanák, hogy na ússzál ki. Meghalsz. Nem tudsz. Szóval ugyanígy van, hogyha valaki egymagával az anyagi világ kötőerőiből ki akar szabadulni, és magasabb minőségbe, de nem fog menni. Az példára visszatérve, hogy működik? Jön egy hajó, kidobnak egy kötelet, mentő övvel belekapaszkodsz, bízol bennük, bízol végtelenség, kihúznak ők téged, rámész a hajóra, legénység tagja leszel, és együtt a legénységgel, a közösséggel mész, és a hajónak van kapitánya, egy mester, egy tanító, aki megmondja, hogy milyen irányba menjél, és nem egy ember vezeti a hajót, egy egész legénység vezeti, és együtt mentek a hajóval, ez nem más, mint a transzcendentális tudásnak a hajója, a lelki gyakorlatok hajója, a hit, a vallás, a jóga hajója, és aztra ráültek együtt, és akkor mentek, átszelítek az anyagi világ óceánját, és kijuttok a partra, a túlpartra. Ugyanígy nektek is kell társulni ilyen emberekkel, lelki gyakorlókkal, jogásokkal, spiritualitást követőkkel, mesterekkel, jogásokkal, papokkal, stb. Stb. Mert akkor egymást tudjátok segíteni, mert te kimászni a mocsárban nagyon nehezen tudsz egyedül. Tehát egy mocsárban, aki belesüppet, ott is ki kell, hogy valaki húzza. Tehát, hogy ez nem gáz, tehát az, hogy te menedéket veszel, bízol valakibe, követsz valakit, segítséget, tanácsot kérsz, ez a világ legtermészetesebb dolga. Emlékszel, beszéltünk már a társulásról, majd valamelyik előadásban fogok beszélni a gururól. A guru a tanító, hogy mennyiféle tanító van, rengetegféle tanító van. Vannak anyagi tanítók, lelki tanítók között is sokféle. Mennyire fontos, hogy ezek a tanítók jelen legyenek, mert nem tudnánk egyről kettőre jutni. Belegondolsz, még fölnőni se tudsz tanítók nélkül. Mert tanítók voltak az iskolában, neked tanáraid, anyukád, apukád, bátyád, testvéred, szomszédok. Itt tanultál meg járni, enni, öltözködni, beszélni, olvasni, írni, és akkor tudsz létezni felnőtt emberként. Miért gondolod, hogy a kötőerők tudományában, vagy a lelki életben másképp lenne? Ott is kellenek tanárok, akik visznek előre téged, és akkor közösen fejlődtök. Tehát akkor így, mert a kötőerőknél néha azt érzed, hogy teszel, de mégsem jut semmire. Teszel, de mégsem jut semmire. És akkor itt van az, hogy akkor a tanítók, a közösség, a szentírások, a jogaírások tudnak téged kiemelni és erőt adni neked. Tehát akkor ez lenne a fontos, hogy akkor vegyétek észre ezeket a kötőerőket, szatvát, rajaszt, tamaszt, és akkor ismerjétek fel őket, és próbáltok változni. Ez lenne így a legfontosabb üzenetem mára. És ahol még tudtok ezekről a kötőerőkről olvasni, mert nagyon-nagyon részletesen elemzi, például a Jóga tiszta forrásból című könyv, ez a dr. Tóth Csoma László lelki nevén Góra Krisna Dász írta, ő a főszerkesztő, vagy főíró, vagy nem is tudom, hogy kezd mondani. És akkor mellette vagyunk még társszerkesztők, társírók is. Ugye az első felét a Tóth Csoma László írta, a második felét meg többen jóga oktatók. A lényeg, hogy az első felében, azt hiszem a harmadik fejezetben ír a kötőerőkről. Olvassátok el, mert ebben a Jóga tiszta forrásban nagyon-nagyon emészthető módon ír a kötőerőkről, és akkor rögtön képbe kerülsz, hogy hogyan hagy a testedre, tudatodra. És akkor a másik, ami nagyon jó, a Bhagavad Gita, úgy, ahogy van, Srila Prabhupád fordításában, magyarázatában, ebben pedig a 14. fejezet beszél a kötőerőkről. De az egész mű csodás, úgyhogy az egész műt elolvashatjátok, de a kötőerők itt beszélnek. Mert nagyon-nagyon részletesen ezt meg lehet ismerni, hogy milyen a járásod, evésed, alvásod, vezeklésed, tanulásod, a hited, stb. Stb. Tehát
nem is tudom, 40 vagy nem tudom hány szempont szerint végig van elemezve. És én azt javaslom neked, hogyha most az előadás fölkeltette a figyelmedet, akkor ezt a Joga Tiszta Forrásbolt vagy a Bhagavad Gita-t szerezd be, és olvasd el, és akkor ott meg tudod még jobban ezt ismerni. Hiszen fontos, hogy ezeket az apró részleteket tud, mert úgy tudod tetten érni. És aztán úgy tudsz egy magasabb felé fordulni és lépni. Itt egyébként még a táplálkozás is végtelen mód számít, de ahogy mondtam, majd arról külön beszélek egyszer, mert amit eszel, azzá leszel. Jelen esetben ami jóság minőségében lévő táplálkozás, az a vegetáriánus táplálkozás. Tudom, hogy nagyon sokan esztek húst, vegyes étkezősiek vagytok, mert ezt szoktátok meg, magyarok vagytok, ezt kaptátok otthonról, de nem biztos, hogy amit kapunk otthonról, vagy amit megszoktunk, az a jó. Egy dohányos azt szokta meg, hogy dohányzik, de az nem jó, hogy dohányzik. Az, hogy most mindenki körülötted húst evett és húst eszel, nem biztos, hogy jó. De Joga tanítása szerint a hús az a tamagón, a tudatlanság minősége. Ha húst hústa leszel, az is lehúzza végtelen módon a testedet és a tudatodat. Tehát ez is egy fontos pont, hogy már itt is kell kerülni a táplálkozásba is. És akkor a növények, zöldségek, gyümölcsök, erőszak nélküli tehenészetből származó tejtermék, magvak, gabonák, hát ezek mind jóság minőségi van, aki ezeket kell enni, és akkor ez is nagyon sokat fog változtatni. Hát ezt szerettem volna neked elmondani, mert most nézem itt az órát, és már eltelt az idő elég erőteljesen. Tehát most így alapjáraton elmondtam, hogy mik ezek a kötőerők, hogyan hozzák létre a változatosságot, ciklikusságot, hogyan hatnak ránk, miért fontos a jóságba kerülni. Úgyhogy remélem fölkeltettem az érdeklődésedet, hogy aztán az előbb említett könyvek alapján mélyebbre menj, megismerd ezt, és aztán saját magadra is másokra tudjál hatni. És ahogy mondtam, működik. Az én életemben működtem, tanítványaim életében, barátaim életében, akkor nálad miért nem működni? Jó? Tehát akkor jó tanulást kívánok neked könyvek alapján, aztán sok-sok erőt, kitartást hozzá, hogy ezen az úton tudjál járni. És örülök, hogy meghallgattál. Mint tudod, ezek az előadások, ezeknek nincs így részvételi díja fixen, viszont adomány jelleggel működik, tehát amennyit gondolsz, annyit tudsz adományozni, a nevemet megtalálod az eseménybe, vagy a videó alatt fölött, ott van bankszámlaszámod, tudsz utalni, amennyit éppen enged, a pénztárcát annyit adj. Én nagyon megörülök neki, hogyha kapok, mert ez segít engem is a Selfness jogát fenntartani. Mint tudod, mindenhez pénz kell, a honlapot, a YouTube videókat, a minden végtelen sok tárhelyet, bérleti díjat, rendszereket fönn kell tartani, és most ez a korlátozás nehezíti az én helyzetemet, de ha adományozol, akkor tudsz nekem segíteni. Úgyhogy köszönöm szépen, és remélem én is segítettem neked az előadással, és akkor keddenként este 8-kor várlak téged előadásra, és akkor 18 órakor pedig jogára. És Facebookon fölteszem ezeket a videókat. A Facebookon, nem is a Facebookon, hol teszem föl? YouTube-on. YouTube-on a Selfness jogára rákeresel, lesz egy ilyen Facebook előadások, lejátszási lista, ott a régieket is vissza tudod nézni, és akkor így hosszú távon tudunk egymásnak segíteni. Köszönöm a figyelmet, és további szép estét kívánok neked. Namaste!